lesz komoly. Szóval megfogadtam magamnak, illetve megfogadtam magamban azt, hogy idén mindenképpen elmegyek Velencére, megint biciklizni 2017-ben, nyáron. Hát ez nem jött össze sajnos, mert a nyár elmúlt, és szeptember 9-e van, szombat. De mivel itt van jó idő, ezért basszus, miért ne? Szombat van, mindenki ráír, és annyi bringás van itt, gyerekek, annyi bringás láttam szeptember 9-én, hogy ez valami hihetetlen. Tehát itt ment el legalább 50 ember az előbb. És még amikor jöttem, még akkor is láttam egy csomó embert. Szóval attól függetlenül, hogy vége a nyárnak, gyerekek, a bringás szezon basszus, él. Él az egész Velence, él a Velencei tó, gyerekek. Szóval én is eljöttem, körbetekerem még egyszer, nem ígérem meg azt, hogy annyi videót fogok csinálni, mint múltkor. Az nagyon sok volt, az vagy másfél óra volt összesen. Csak egy GoPro-t hoztam, semmi mást, és let's have fun. Na hát szóval nem jöttem korán, hát már mindjárt egy óra. Ugye le kellett venni hozzá az első kereket, hogy beférjen ebbe a kis, nem kis, de autóba. Figyeljetek, a buli van, gyerekek! Figyelj, a lóval jönnek! Azt figyelda! Hali! Na, a probléma az, hogy ez a kibaszott parkoló fizetős hétvégén egész nap, éjféltől éjfélig, azért nincs is senki, csak én. Szóval keresünk egy olyan helyet az autónak, ahol hát valahol leparkolok mindenféleképpen. Franc, ugye beállok valami kis utcába. Addig a bringát itt hagyom. Na, szóval gyerekek, elálltam a parkolóból arrafele, ott legalább ingyenes, nem kell fizetni. Azt akkor ezerre csap a tyúk. Én meg csináltam ide egy ilyen GoPro tartót, mert ugye övtáskám nincsen, és ide bele tudom csúsztatni, hogyha esetleg nincsen szükség. Így. Na, szóval úton vagyunk, és az igazság az az, hogy egész nyáron nem került elő a bicikli, egyszer se ültem rá egész nyáron, és kicsit úgy sajnáltam, mert tényleg hiányzott, idén is kimaradt a Balaton körút 17-ben, ahogy tavaly is 16-ban, ugye legutóbb 15-ben voltunk, és úgy rengeteg dolgom volt munka miatt is, augusztusban semmi időm nem volt biciklizni, nemhogy még másfele menni. Szóval most úton vagyok, és tekerek, bakker, tekerek, megírtam magamnak, itt vagyunk, gyerekek. Velencei Resort Spa, és megyünk. Na szóval, gyerekek, ott van ugye a Velencei hegység, kilátó. Ugye tavaly voltunk ott drónozni, tavaly basszus, egy hónapja kb. És ugye láthatjátok, hogy még épül a dolog, így teljesen fölösleges fölmenni, meg most annyi időm úgy sincsen. Estére már otthon kell lennem, szóval nagyjából ezzel a tempóban végig is tekerjük. Még egy újdonságot mutatni fogok. A Szúnyog-szigetre ki akarok menni. Itt megyünk a part fele. Ki van írva, hogy fürödni tilos, de hát pedig itt szívesen megfürödtem volna. Na például itt. Ó, és jó idő van, gyerekek, nagyon jó idő van. Nincs ez a nagyon meleg. Kellemes a szél is. El van hagyatva. Kellemes szél van. Borzasztó jó. Összességében nincs is meleg, tehát ilyen 25 fok környéké lehet. És az a jó, hogy szél is van. Tök jobb őszi bringázós idő van, gyerekek. Ezt szeretem, amikor nincs vége ugye egyből a nyárnak, 31-én, hanem még úgy vénasszonyok nyara van. Lehet még tekerni, túrázni. Screw it.
mindenki kedvenc része. A tó melletti bringa út, ez az egyik legjobb. Ez a legszebb basszus. Azt nézzétek, ezt nem lehet megunni. Kár lett volna kihagyni ezt 2017-ben. Jó, majd 3 óra alatt szerintem végig fogom tekerni. Meg valakinek kapása is van. Itt van az a kikötő, ahol volt a szellemcsónak, ott van még? Nem, kiemelték a szellemcsónakot. De ott van. Ott volt a széle látszódott csak. Azt figyeljétek, ott mennyien vannak előttünk. Vagyis hát előttem. Nagyon sokan. Direkt ugye médium látószögbe raktam, nem ebben a Superview-ban nagy látószögbe, hanem hát ugye, hogy jobban lehet látni. A csáv az annyira jó helyen áll, baszki. Bazd meg. Pedig őszintén megmondom, én igazából arra számítottam, hogy nagyon kevesen lesznek, konkrétan csak én leszek bringás. Tök erre számítottam végig a szezonnak, de nem, tehát rengetegen leülnek még, vagy még itt is maradtak ugye. Csomó német, meg román, meg osztrák, szlovák rendszámú autót látok. Tehát itt még a szezon nem ért véget közel sem. Na, amúgy amit mondtam tavalyi bringatúra során, hogy akár lehetne egy közös túra is. Az idén elmaradt, nekem sem volt nagyon időm, pedig augusztusban akartam. De jövőre lehet róla szó. Én benne vagyok. Majd előtte meg kell hirdetni egy jó hónappal. Aztán egy ilyen 15-20-an leszünk rá. Azt szerintem már teljesen jó. Á! Gyerekek! Mind akadt meg a szemem. Trabant találkozó, vagy mi ez? Go Trabi Go. 601-esek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab. 601-es. Tök zsír. Lehet, ők még itt vannak. Nekik se jött véget a szezon. A kombi az nagyon jó. Az odaver. Éppen megpillantottam, aztán le is dobtam a bringát egyből. Na, a gyerekek, ezt kapjátok ki. Egy faros ikarusz. Itt van egy faros ikarusz. A roncsok sorozat. Ba, jó is lenne. Ez meg valami... Húha, ez is egy jó roncs, gyerekek, ez... Ez olyan citronás eleje van. Ugye? Olyan, mint egy citronás lenne. Ez meg egy... 55-ös ikarusz, ha jól látom. De ez nagyon ott van a szerel. Ez nagyon durva. Vagy mi ez, nem? DS van az oldalán. De ez fogalma sincs, milyen autó lehet. De jól néz ki. Ez meg tudja, hogy ikarusz. De szerintem ezt elkezdték felújítani, ahogy látom. Talán onnan jobban lehet látni, várjatok csak. Kicsit most így félreálltam, aztán akkor roncsozzunk egyet. Ezeket észrevettem. Aha, igen, ez egy ikarusz. Ezt elkezdték felújítani. Ez látszik is. Hú, basszus. Komoly. Motorja, motorja eléggé egyben van. Várjatok csak. Jaguar van oda ráírva. Hát nem tudom, de lehet, hogy az egy Jaguar volt, egy régi Jaguar. Olyan citronás eleje van. Na, minden esetre zsír. Roncsoztunk is akkor egyet. Belefér, nem? Na, ekkora élet van még itt, még mindig. Komoly, mi? Itt van az elhagyott hely, ami még mindig el van hagyatva. Nem áztam be tavaly. Készítettem róla a videót. Itt jobbra a kattintva láthatjátok, be is szúrom, hogyha nem felejtem el. Vonat!
Másodosztály! Itt van az a madárlás, amit szerintem ki fogok hagyni. Mert ugye innen szálltunk fel drónnal, nem emlékeztek. Drónos videóba, azt is be linkelem ide. Nem megyek fel, mert annyian sokan vannak, hogy egyszerűen nincs fel hely fent konkrétan. Meg már ezerszer láttuk. Ti is láttátok, én is láttam. Így úgy döntöttem, hogy nincs értelme felmenni, na. És akkor mi van? Na, akkor itt megyek el Pákhoz felé. Itt van egy kis büfé, itt megállok, veszek egy valami energiaitalt, azt akkor úgy sokan vannak. Azt akkor megyek is tovább. Oké, szóval akkor mégse iszunk, mert egy ember volt előttem, aztán kiderült, hogy az egész csapattal van, ő volt a csapatnak a főnöke, aztán végigkérdezték, ki mit szeretne, azt adhatja meg a p***ába. Nem fogok várni még egy órát. Lesz egy bolt ott fent, arra emlékszek, ott veszek valamit, mert semmi kaját nem hoztam, semmi piát, nem is készültem, csak így elhatároztam és jöttem, én ilyen vagyok. Én vagyok a nagy Hajner Gyula, tudjátok, ismertek. Fekete bácsi is, hogy tolja neki. Na, M7-es fölött? Gyerekek! Hú! Hú! Mondtam, hogy most nem gyakran fogom bekapcsolni. Nem azért, mert lemerül, mert aksim van hozzá, kártyám van hozzá, négy aksit hoztam hozzá, szóval azzal nem lesz gond, csak nem akarok megint másfél órás videót, ugye? Az előző rész, nézzétek meg, itt lesz jobbra, fent, vagy nem tudom, valahol fent. Azért volt jó, mert ugye nekem is újdonság volt. Ez már nekem a második Velencekör. Sok újdonságot nem fogok látni, de azért jó, izgalmas. Ajánlom mindenkinek, gyertek már! Ha gyertek már! Ott egy cápa, gyerekek. Ott egy cápa. Szép. Hú, itt veszek valamit. Ez jó. Nagyjából úgy egy negyede már megvan. Az útnak az nagyjából mennyi lehet, egy olyan 36 km 40-nel számolva. Hát olyan 10 km-t már jöttem. Szóval még négyszer ennyi van. Motoros átengedett egy felviccentés után. Hú, ez jó, a szeretem, bár én. Na, és mindjárt jön az egyik kedvenc részem. Az északi part, amikor is egy ilyen, azt hiszem a régi főúton kell menni, és ilyen tök elhagyatott feelinge van. De előtte még le kell gurulni itt, ugye, nyaraló vezetve. Ezen az úton nem voltam még, mert ugye én egyből elmentem arra lefele, szóval ez nekem így új. Mindig talál az ember újdonságot. Köszi. Aha. Ja, azért mondom, mert én ott a focipályán már múltkor egyből elmentem jobbra. Ja, és hogy ott értem ki. Érdekes. Oh, ott egy retro csúszta. Na, mégis van újdonság. Kulcsmásolás. Na ez az, gyerekek, erről beszéltem. Egyik kedvenc utam. Ez. Megfogod a bringát, berakod nagyba, aztán csak gurulni kell, és kb. Ennyi. Komoly. Ez tetszik. Ez olyan... nyugtalanító ellentéte az mi? Nyugtalanságos kodás? Vagy az mi? Nyugalomgerjesztő. Na szóval ugye tavaly leültem ott a második világháborús emlékparkba,
Idén szerintem nem fogok most, mert egyrészt annyit nem akarok tökölni, másrészt pedig arra fel van a Szúnyog-sziget, hogyha tovább menjünk oda felfele, és nincs is messze fele, vagy fél sziget, nem is tudom, az a neve, hogy Szúnyog-sziget. És azt meg akarom nézni, mert ez egy újdonság, azt kihagytam. Tavaly sem annyira készültem fel, hogy tudjam, hogy mi hol van, csak egyszerűen egyik napról a másikra döntöttem el, mint most. Na, közben itt van ugye az emlékpark. Ezt néztem meg. Tavaly lehet, hogy beugrok most is. És erre fele van ez a sziget, amelyet, ahova nem mentem el. Szúnyog-sziget. Azt írja, itt is van valami emlékmű, várjatok már. Ez fizetős. Katonai emlékpark Pákozd. Így van egy... Mi van? Van egy emlékpark is. Vagy van egy külön út. Ez nem tudom, hogy szóval egy... Hát nem az volt, ahol... amellett elmentem. Vagy fel lehet menni autóval is. Ott van egy tang, gyerekek. 56-os tang. Itt ilyen is van. Ja, nem tudtam. Hát ez komoly. Ezt mindjárt meg is nézzük ebből. Mit szóltok hozzá? Barak az is ki van írva. Hát ezek a újdonság, gyerekek. Nem is tudtam, hogy itt van ilyen. 20. századi háborúk emlékpontja. Hát ez zsír. És akkor itt lehet menni tovább a bringába, ugye? Ja, igen, és onnan jövök ki. Igen, igen, tudom. Ja, vágom. Na, kicsit bejöttem ide. Ezek az aradi véletlenek lesznek szerintem, mert nem vettem a kiírást, nyilvánvalóan. Ja. Ja. Ezt a tankot megnézem, mert kíváncsi vagyok. Látogató központ. Na, ott a tó. Ezt már lehet látni. Gyerekek, tök jó. Hogy el van dugva én bozótosba? Jaj. Hú, ez komoly. De zsír, mintha így álltak volna be vele. Nagyon komoly. Tök jó. Van is sebesülése. Ez milyen típus lett té? T-55? Nincs kiírva. Hú, de jó. Ezt nem tudom, hogy eredeti-e, vagy meg van-e csinálva. Csak van valami táblája. Nem látod, de várjál csak. Ott állsz, ahol ők dacolva puszta kézzel szabadságot tipró mosolomokkal szemben. Hungarian Freedom Fighter. Ez zsír. Ez nagyon jól néz ki, gyerekek. Vörös csillag is, de jól néz ki rajta. Hát ugye ilyet már láthatatok a Tankok Földjén című roncs sorozatba, gyerekek. Komoly. Jó, szerintem menjünk tovább, itt vannak még ilyen szobrok, ott egy ilyen huszárszobor, azt megnézhetjük, 48-49-es obeliszk. Na, én még egy kilátást érdemes mutatni, 48-49-es szabadságharcnak a obeliszkétől. Kár, hogy nem lehet rá felmenni belül, létrával kis kilátóként szolgálna. Na. Azért ez egész jója. Hú, nem is tudtam, hogy itt van ilyen. Na, akkor mégiscsak tudok újdonságot mutogatni, gyerekek. Király. Hú, és milyen szépen látszik, gyerekek. Sok sziget, gyönyörű. Hát valahol ott kezdtem. Nem látszik ott a nagy hotel, valahol ott. Körbejöttem, és még van ennyi. Na, akkor indulunk tovább, gyerekek. Tök jó, ki is van írva, hogy 1951 óta áll ez a nagy kő obeliszk itt.
51 óta, gyerekek. Huszár bácsi, megyünk, jó? Jössz? Te is? Nem, ő szerintem marad. Itt jöttem el, errefele lehetett volna menni. Itt van az a másik, a második világháborús emlékpark. Tehát én nem is tudtam, hogy itt van még egy ilyen, gyerekek, de tök jó. Szóval itt jöttem, itt fel, itt az obeliszk, és most valahol... Itt vagyok. Oké, itt vagyok pontosan, összenyomom magam. Áú! Itt vagyok, várjál, hol az ujjam? A nagy ujjam most nem látszódik jóban. Igen, vissza meg, és itt megyek tovább. És itt fog majd csatlakozni ez a két út, ugye, mint tavaly mentem. Itt a Szunyog-sziget, gyerekek. Na, akkor mégiscsak jól mondtam. Akkor nem megyek vissza, gyerekek. Ki fog menni a Szunyog-szigetre, mert ha nézek már meg valami újat, meg én is mutatok valami újat, akkor el kell menni. Igen, visszamegyek oda, ahonnan bekanyarodtam az emlékparkba, és akkor így kimegyek a Szunyog-szigetre. Na, go! Na, szóval ez egész jó volt, gyerekek. Nem hittem volna, abszolút nem hittem volna, tudok újat látni, megmutatni. Ez az emlékpark, ez tök tuti. Biciklivel gyalogosan ingyenes, azt tudom, autóval szerintem kell fizetni. Bár ilyenkor nem tudom, hogy ilyenkor is kell fizetni. És erre fel van a Szunyog-sziget, gyerekek. Váltok egyet. És akkor... Hát sajnos szunyogriasztót nem hoztam. Na, konkrétan semmi érdekes, csak egy ilyen halászcsárda van itt. Ugye képeken láttam. Tavaly emlékszem, utána néztem. Vagy vár, lehet, hogy körbe lehet menni. Van egy út. Körbe bringázzuk. Nem vesztünk semmit. Életemben nem jártam még itt, basszus. Nem is lehet körbe menni. Ez csak egy ennyi. Pálkozdi horgásztagok. Azt itt vége. Ennyi. Talán még arra felelnézek. Van egy csomó ilyen szellemcsónak. Hát, egy hajóállomás van, gyerekek. Szóval akkor Velencéről ide jár az a hajó, amit múltkor is láttam, az a kék színű. Gondolom. Hát ja, az kb. Ennyi igazából. Hát ez nem sziget, hanem még a fél sziget. De el lehet fogadni. Na, gyerekek, összességében ez a katonai emlékpark rohadt jó. Tök jó volt, főleg, hogy ingyenes, és tök vizuális volt az egész. Újdonságot is meg tudtam mutatni, illetve újdonságot láttam. Az előző emlékpark, ugye az Doni emlékpark, tehát ott kizárólag Donkanyari katonáknak állít emléket, ez meg ugye 56-osok, meg 48-osok is voltak itt. Tök jó. Ugyanakkor ez a Szunyog-sziget, ez sok hűó semmiért, tehát ez nem is egy ilyen biciklis dolog volt, egyszerűen van ott egy étterem, és oda be lehet menni kajálni, ez a halászcsárda. Kikötő van, meg horgászok, és kb. Ennyi, tehát ez a Szunyog-szigetet, ezt legközelebb sem fogom bejátszani, mert ott nincs semmi konkrétan. És ugye, hogyha a Doni emlékműné mentem volna el, ami kb. Ott van, akkor értem volna ki itt, és tavaly itt néztem, hogy ez az út mi és honnan jön. Most már tudom. Újdonságot is megmutattam, imádok újdonságot mutogatni, hát ez a hobbim. Na, szóval gyerekek, akkor innen jöttem volna ki. Egyenesen és tovább. Na, sajnálattal mondom, de nagyjából már a körnek a háromnegyede is megvan. Itt van a traktor temető, úgy hívom. Milyen jók vannak már itt, basszus, azt nézzétek meg. Hát ide benézek, várjatok. Golfautó is van. Yamaha golfautó. Azt figyeljétek, basszus, ide egyszer eljövök. Figyelj, de jó. Azok de kurva jól néznek ki. Roncsok 25. Traktor temető. Nem, ugye ez nem egy temető, hanem itt lehet bérelni, de azt nézzétek meg, milyen régiek vannak ott. Nem tudom, hogy van-e dútra. Szerintem nincs, pedig az jó lenne. Hú, ez például kínai.
vagy japán, vagy mi a tököm ez. Van egy valami kínai írásjel. Na, attól függetlenül kettő darab ilyen roncs bejegyzés is volt ebben a videóban. Tudtam újokat mutatni, pedig abszolút nem számítottam erre. Ugye akárhova megyek urbexelni, vagy bármilyen helyre, mindig úgy képzelem el, hogy nem lesz jó. És ugye a lécet nagyon leteszem. Hát így tetszett nekem annyira, ugye Miranda kastély, tehát egy full üres kastély, el van hagyatva, oké, de hát ez ilyen magas volt a léc amúgy. Szóval mindig le kell tenni a lécet, nagyon rosszra kell számítani, és mindig jó lesz. Én legalábbis így állok hozzá a dolgokhoz. Jó van. Hát ezek már itt áznak, bám, ezek 10 éve. Hú. Na, menjünk tovább. Na, mivel eléggé jól állok idővel, úgy döntöttem, hogy ide benézek. Itt van ez a velencei vízivár. Ja, ezt néztem a buszi megállapban, hogy valami koncert, meg valami mit tudom én mi van. Ingyenes a belépés. Ja, igen, valami koncert, meg... Hát akkor bemegyünk. Csak nem szólnak, nem? Nem. Nem jó, nem szólnak. Elvileg ki volt írva, hogy valami belépő 400 forint, de hol kell fizetni, ezt nem tudom. Ja, a futóverseny van, vagy milyen szer ez? Ja, valami futóverseny van. Hát ebben ennyi nagyjából elég volt, valami futóverseny van, meg mit tudom, mit számogatnak. Viszont valahol megállok majd kajálni. Ah, itt egy békatant. Na, ez már az észak-keleti part. És kellett aksit is cserélnem, mert nem merült a másik. Eddig bírta, ahhoz képest elég sokat bírta. Szóval... észak-keleti part, mindjárt átérünk a dél-keletire. Aztán nagyjából már nem sok van. Ott egy cica. Cica! Kis cuki. És akkor itt menjünk a part mellett. Hogyha nyitva van az, ahol tavaly kajáltam, lehet beülök oda, azt teszek egy gyorst. Ú, ez szép. Ú, csak ne lennének ezek a hülye... gyökerek a betonba. Mondtam gyerekek, hogy nincs vége a szezonnak, konkrétan még a vízisi is üzemel. Lehet, hogy még fürdenek is. Mert annyira azért nincsen jó idő, tehát nincsen meleg. Kellemes 25 van, széllel együtt. Hát a víz az biztos, hogy 20 fok alatt van. Jaj, hát ez megcsapott. Na, 3 óra 26. Itt kajáltam ugye tavaly. Szerintem itt is eszek egy gyíroszt ezt akkor. Menjek is tovább. Ott fürödtem. Vízisi. És működik bakker. A szegény csávónak nem jött össze a vízisi, az előbb elesett. Itt van a vízisi, az még eléggé szépen megy. Szóval, ott az a nagy hotel, ott az ifi étterem, onnan indultam, igazából csak a korzó maradt. Azt nagyjából ennyi. Tehát beteljesítjük a végzetet, utolsó pár kilométer, hát most pár kilométer szerintem, hát maximum van összesen egy kilométer. Nekiindulunk, most van, mennyi is van? 15 óra 50. Tehát egykor indultam, pontban, pár perc különbséggel, 3, 4, 1, 2, 3. Basszus. Szóval, hogyha nem álltam volna meg, igazából így 3 óra simán végig lehet tekerni az egészet, tök jó. Na hát szóval így, hogy előtte nem tekertem szinte egész nyáron egy kilométert se, egészen érezni lehet azt a seggemen, hogy nem tekertem egy darab kilométert se egész nyáron. Szóval tényleg már fáj a seggem. Pedig összesen kb. Mentem így 33-4-5 kilométert eddig, és már érzem. Hát a Balaton körtúra előtt azért beszoktunk melegíteni ott. Tényleg szinte naponta mentünk lebringázni hetente 3-4-szer egy ilyen 20-30 kilométereket. De így, jó, hát ez a 38-40 kilométer, ez edzés nélkül is megy szinte bárkinek szerintem azért. Lehet látni itt egy gyereket? Majdnem leestem itt. És itt a korzó, gyerekek. Innentől van, hát ott a vége. Ott. A homokos tengerpart. Érdekes, de a bringa körút ezen is végig megy. Itt van ez a homokos
part, szerintem undorító. Ez hogyan ide? Homok konkrétan, nem tudom. Egy kis lecsétálni. A kisétálni nincs itt senki. Nincs megtiltva? Elbír. De még fürdenek is gyerekek, aha. Jaj, ez mozog, bakker. Ja, fürdenek is. Ott is vannak benne csomóan te. Azt mondják, hogy jaj, le. Komoly. Hát, attól függetlenül, hogy nincs már szezon. Elég sokan vannak itt. Jaj, folyik a fagyim. Amúgy oda parkoltam le. Ott a kocsi. Igazából mindjárt vége a körútnak. Körülbelül úgy 200 méter van már csak hátra. A körből, ahonnan indultam, itt ugye a ifi szálló mellett, pedig az ifi étterem. Szóval gyerekek, ott a parkoló, ott kezdtem, onnan indultam, illetve itt van ez a félsziget, szerintem ide kinézek azt, akkor itt le is zárom a videót, mit szóltak hozzá. Tavaly is itt volt vége a videónak. Itt egy, mondok egy végszót. Nem is megyek messzire. Ide kidök a szélére. Na, srácok, hát mit is mondhatnék? Összességében ez egy jó túra volt szerintem. Gyorsan letudtam, ugyanakkor hát annyira sok látnivalót már nem tudtam mutatni. A katonai parkon meg a Szúnyog-szigeten kívül, ami ugye alapvetően nem volt látványos. Most van 4:45. Ami azt jelenti, hogy 1, 2, 3, 4, kicsivel több mint 3 óra alatt körbe is tekeltem, ugye onnan indultam az ifi étteremnek a parkolójából, ami fizetős, kapják be, hétvégén is. Mit mondjak végszóként? Mindenkinek ajánlom legalább évente egyszer nyáron, ha nem ér rá nyáron, akkor így kora ősszel, és tényleg amit mondtam, 18-ban már szeretnék egy olyat, akár tavasszal is, hogy jóval előre bejelentem, és akkor ilyen közönség találkozóval egybekötött, bicikli túrával egybekötött, urbexelés nem, mert itt annyira nincs sok látnivaló, kivéve ezt. Egybekötött túrát fogok szervezni, hogyha összejön, ha nem, akkor bocs. Na mindegy, ennyi volt ez a videó, remélem tetszett azért. És gyertek el basszus, gyertek el biciklizni, jó biciklizni, fáj a seggem is. Sziasztok! Ja, azt elfelejtem mondani, nekem is, hogy mindenképpen iratkozzon le mindenki, és diszlájkolja a videót. Jó? Ne lágj, diszlájk! Cső!